Kedves nézőink, most következő összeállításunkkal az idős, segítségre szoruló személyeknek szeretnénk felhívni a figyelmét egy lehetőségre. A térségi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat egyik szakfeladata a házi segítségnyújtás, ami kiemelten az otthonukban élő időskorú emberek életét hivatott megkönnyíteni. A szolgáltatást főleg idősek veszik igénybe, de kérheti minden olyan 18 év feletti felnőtt, aki betegsége miatt rászorul, vagy segítség nélkül nem tudja ellátni magát. A szociális gondozónők teljes körű ellátást tudnak nyújtani az időseknek az otthonukban, tehát mindent, ami beletartozik az ápolási, gondozási feladatokba, a háztartás vitelébe. Tehát ugyanúgy segítünk a bevásárlásba, a gyógyszerfeliratásba, a gyógyszerelés adagolásába, de a fürdetésben segítünk, az étkeztetésben, a háztartási munkákban is, tehát abban, hogy hát az idősnek a környezete is tiszta, megfelelő legyen, tehát az ágyhúzatolástól elkezdve a szobának az összeporszívózása, a mosogatás, tehát mindenkinél személyre szabottan abban segítünk, amiben ő neki hiányossága van, amit betegsége állapota folytán nem tud elvégezni önerőből. Hetente hány alkalom? Mindenkinél ez is egyénre szabottan gondozási szükségletet végzünk, ezzel indul a házi segítségnyújtás, ez ugye maximum napi 4 óra lehet, ezt nem igazán veszik igénybe, mert azért az állapotuk annyira a többségének nem súlyos, meg erre nincs is kapacitásunk, de a heti 5 alkalom, tehát van, ahová naponta megy a gondozónő, sőt olyan is van, ahová naponta 2-szer megyünk, tehát a reggeli meg a déli teendőkben is segítünk, de olyan is van, aki csak hetente 1-szer kér mondjuk egy bevásárlást. Molnár Lajosékhoz reggel és délben jár rendszeresen egy gondozónő a térségi családsegítő és gyermekjóléti szolgálattól. Konyháról kapjuk az ebédet, reggel jön a kis nővérke, fölsegít öltöztetni, mert az is nehezen megy, meg a mamának a gyógyszereit rendezi, mert ő meg füveden volt a szívkórházban, a gyógyszereket kell reggel este szedni. Délben meghás hozza a jó ebédet. A házaspárnak 2 gyermeke van, akik Székesfehérváron és Balatonfüreden élnek. Gyakran jönnek ugyan szüleikhez látogatóba, de az idősek már napi szinten igénylik a segítséget. Családtagnak tekintik Andreát, aki mindenben a rendelkezésükre áll, amit Magdi néni már nem tud elvégezni. A gondozónő segít a reggeli elkészítésében, gyógyszereket adagol, kávét főz és bevásárol, ha valami hiányzik a háztartásból. Délben ebédet hoz, megterít, elmosogat, a befizetéseket rendezi és gyógyszereket irat fel számukra. Reggelente 00:30 tölt a házaspárnál, attól függően, hogy Lajos bácsi hogy érzi magát. Hát a katéterrel volt egy kis problémánk, most már hosszú ideje, de remélem most megoldódott azért a probléma, mert sokat szenvedtünk vele 2 héten keresztül, tehát akkor ágyhúzatolás, ez is beletartozik, akkor húzódik egy kicsit az idő, akkor nem elég ugye a 00:30, hanem akkor 1 óra több, akkor a kórházba elvitetni a doktornővel, akkor elfutni, beszélni a doktornővel is, a beteg szállítókat rendezni, tehát ilyenek, ezek mind beletartoznak. Mennyibe kerül ez a szolgáltatás? A szolgáltatást, ezt az önkormányzata állapította meg a térítési díjakat, ez jövedelemtől függően vannak megállapítva a díjak. A maximum óradíjunk az az 510 forint, ez már 2 éve nem változott, tehát 2 éve nem volt nálunk még az inflációt követő áremelés sem. A szakemberek jelenleg 116 személyről gondoskodnak. Azok számára, akik nem tudják önállóan ellátni magukat, ugyanakkor nem szeretnének kórházi körülmények közé kerülni, és az egészségi állapotuk is engedi, megvan a lehetőségük, hogy a kórház helyett inkább a térségi családsegítő szolgálat által biztosított ellátást válasszák a saját otthonukban. A házi segítségnyújtást Ajka teljes közigazgatási területén, valamint Halimbán és Urkuton biztosítja az intézmény. Aki szeretné igénybe venni a szolgáltatást, a térségi családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál jelentkezhet a Móra Ferenc utca 7 szám alatt. Teljes felvilágosítást tudunk adni, és a megfelelő nyomtatványokat is arra tudjuk adni, de sokan érdeklődnek telefonon keresztül is, tehát telefonon is elérhetőek vagyunk, az interneten is elérhetőek vagyunk, és hát a társult településeken a gondozónőknél is lehet érdeklődni a szolgáltatásra.